A Semmelweis nap egyik kitüntetettje Orgovánné Acsó Irén ápoló volt. Az egészségügyi szakdolgozó elmondta, mindig betegápoló szeretett volna lenni. Ez a hivatás értette egész életében. Az elismerés magas színvonalú ápolói tevékenysége, példamutató elkötelezettsége, emberközpontú magatartása elismeréseként vehette át a dombóvári Szent Lukács Kórház Szűz Mária Mater Dei kápolnájában. Szerettem volna ápolónő lenni, mert az ápolóknak mindig olyan jó híre volt, és hogy az emberekkel foglalkozni, segíteni a beteg embereken. Most augusztusban lesz 37. éve, hogy az egészségügyben dolgozom. Igazából mindig nagyon sok élmény ért a 37 év alatt, hogy a beteg, ahogy bekerült hozzánk, és ahogy hazakerült, felépült állapotba, és az a visszajelzés, amit kaptunk, tehát úgy, mint emberileg, meg ápolónőként is, amit segítettünk rajtuk, és a visszajelzés, igen. Tehát nagyon sok jó, pozitív dolog ért az életbe a 37 év alatt, és én továbbra is ezt szeretném csinálni. Én nagyon örülök neki, és nagyon jó érzés, nem számítottam rá, de ez most büszkeséggel tölt el, hogy azért a 37 év munkája, amit tényleg szívvel, lélekkel, mert benne van mélyen a hivatás tudat, a betegek iránti szeretet, hogy ezt valami módon ennyi év után elismerik. Belgyógyász, geriáter és palliatív orvos dr. Takács Katalin Gyöngyi, édesanyja házi orvos, ebben a hivatásban nőtt fel ő is. Természetes volt számára ezt a hivatást választani, a betegeket segíteni, gyógyítani. Az elismerés magas színvonalú orvosi tevékenysége, példamutató elkötelezettsége, emberközpontú magatartása elismeréseként vehette át. Egyetemista koromban gyerekgyógyásznak készültem, ahogy az édesanyám is, és amikor az ápolástan gyakorlatunk volt, én a nefrológián dolgoztam a gyermekgyógyászaton, és ott ugye dializált betegek jöttek rendszeresen, úgyhogy nagyon hozzánk nőttek a betegek, tehát egy krónikus ellátásról lehetett beszélni, és ott egy transzplantáció kapcsán meghalt az egyik gyermek, és az engem nagyon megviselt, és akkor úgy döntöttem, hogy én ezt nem tudom feldolgozni, hogy egy gyermeket elveszítsek, és akkor a felnőtt gyógyászat felé fordultam harmadéves koromban, és akkor gasztroenterológusnak készültem, ebből is írtam a dékáni pályamunkámat, tudományos tevékenységi köröm is ebben a területen mozgott, Solt tanár úr mellett dolgoztam, akkor a nyelőcső szűkületekkel foglalkoztam. Aztán, amikor belgyógyász szakvizsga után nem volt gasztroenterológiai hely, úgyhogy viszont geriáterként el tudtam helyezkedni Pécsen, és ez számomra nagyon tetszett, mert előtte is általános belgyógyászként dolgoztam, ami nem egy kis szeletét fogja le a belgyógyászatnak, mint például a kardiológia, vagy a gasztroenterológia, vagy az endokrinológia, hanem tényleg egy átfogó képet kell a betegről kapjunk. És így kerültem a geriátriára, ahol belgyógyászati, neurológiai, pszichiátriai szempontból is tudjuk a betegeket vizsgálni, illetve hát nagyon fontosak a szociális tényezők is. Tehát egy komplex betegellátás felé fordultam, amit a mai napig nagyon szeretek csinálni, és ebben tevékenykedek minden nap. Én itt azt gondolom, hogy nagyon ki tudtam teljesedni ezen a szakterületen. Szeretem az időseket. Én olyan családban nőttem föl, hogy három generáció együtt volt, és a nagyszüleinkkel éltünk, akik idősek voltak, és a szüleim is egy idősebb generációból származnak. Úgyhogy én ezt nagyon szeretem, és szeretek a demens betegekkel is ugyanúgy foglalkozni, mint a teljesen kooperáló betegekkel. A kápolna 2002-ben épült, ugyanebben az évben vette fel a dombóvári kórház Szent Lukács nevét. Azóta ebben a kápolnában tartja a kórház ünnepi rendezvényeit és a tudományos oktatási programokat is, hiszen ekkora helység nincs máshol a kórházban. Semmelweis Ignác 205 éve született. Ezen a napon az egészségügyi intézmény vezetői és dolgozói megemlékeztek azokról, akik nap mint nap Semmelweis Ignác szellemisége mentén végzik hivatásukat. Semmelweis Ignácot a legnagyobb magyar orvosnak tartják, világszerte ismert személyiség, elismert, akit a korában egyébként nem ismertek el, mert ezt a tudományos felfedezést, a kézmosást, a fertőtlenítést, ezt ő gondolta
el, és később bizonyosodott ez be, de ennek óriási jelentősége lett a gyermekágyi láz megszüntetésében, és így különösen a csecsemő halandóságnak a megszüntetésében világszerte. Hát mutatja ezt a hír, a nagy hírt az is, hogy hát a Budapesti Egyetemet is például őróla nevezték el, Semmelweis Egyetem a Magyarországnak a legnagyobb orvostudományi egyeteme, és ilyenkor országszerte az egészségügyben egészségügyi dolgozók ünnepe ez, és mindenhol megemlékeznek Semmelweis Ignácról, persze nem csak róla, hanem hát arról a mi rólunk szól, ez gyakorlatilag rólunk, akik nap mint nap ott állunk a betegágy mellett, és a nap 24 órájában szolgálatot kell teljesítenünk. Dombóvár polgármestere is méltatta az ünnepet, és elismerte a kitüntetteteket. 2020-21 nagyon nagy kihívás volt az egészségügyi dolgozók számára. Természetesen itt az ünnepség ez már több mint évtizede megvan neki a hagyománya, de én azt hiszem, hogy az emberek és az egyszerű átlag emberek akkor értették meg igazán, mi mennyire kiszolgáltatók vagyunk, földi halandók, és mennyire kiszolgáltatók vagyunk az egészségügyi dolgozóknak és az ők áldozatos munkájának. Számunkra ez mindig ünnep, hiszen ilyenkor azt hiszem, hogy azok az emberek részesülhetnek elismerésben, akik itt tölték szinte az egész életüket, nap mint nap itt vannak, és nem munkaként tekintenek erre a küldetésre, nem hivatásként, és nyilván szolgálatként végzik. A Dombvári Kórház ebben kiemelkedő, hiszen ma is egy kápolnában vagyunk, ami már több évtized óta itt áll a városi kórháznak a közepén. Ugyan kicsit furcsa a helyzet, hiszen már az önkormányzat nem fenntartó, de mindazok ellenére azt gondolom, hogy ezt a kapcsolatot nem szabad felszámolni és abba hagyni, hiszen ők ugyanúgy, mint egy önkormányzat és egy hivatal, azokért az emberekért dolgoznak, és kelnek fel nap, mint nap, akik a Dombvár, illetve Dombvári járás lakosságát képezik. Én a kitüntetetteknek nagyon sok sikert kívánok további munkájukhoz, és szeretném, hogyha példaként tekintenének rá a jelenlévők, hiszen előbb-utóbb mindenki sorra fog kerülni. A Semmelweis napon mindig egy orvos és egy egészségügyi szakdolgozó kaphat elismerést magas szintű munkájáért.